Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Jóvá hagyta a keddi rendkívüli közgyűlés, hogy az Intertanker ZRT legyen Kecskemét új tömegközlekedési szolgáltatója. A buszról leszállva segített át az úton egy családot az autóbuszvezető. Az országban egyedülálló duális képzést vezettek be a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkarán. Jóvá hagyta a keddi rendkívüli közgyűlés, hogy az Intertanker ZRT legyen Kecskemét új tömegközlekedési szolgáltatója 2020. január 1-től. A cég vállalta, hogy jövő év májusáig 45 darab egyévesnél nem régebbi autóbuszt állít forgalomba. Az autóbusz közlekedés üzemeltetője, a nyertes ZRT lesz 10 évig, a közlekedés szervezési feladatokat pedig a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Látja el. Elfogadta a keddi rendkívüli közgyűlés, hogy az Intertanker ZRT-vel köt szerződést a következő 10 évre. A közösségi közlekedés javítása érdekében Kecskeméten az elmúlt egy évben azon dolgoztak, hogy új alapokra helyezzék és újra vonzóvá tegyék a városi közösségi közlekedést. Az elmúlt hónapokban lezajlott pályázati eljárásban a budapesti székhelyű cég lett a befutó. Ami számunkra, akik ebben az előkészítésben részt vettünk, megfelelő biztosítékot és garanciát jelent a partnerrel szemben, az leginkább az, hogy több mint 10 éve a közösségi közlekedés aktív résztvevője Budapesten és Debrecenben. Csak hogy két számot mondjak ezzel kapcsolatban, közösségi közlekedési szolgáltatóként több mint 100 millió kilométer van az Intertanker buszok kilométeróráiban, és több mint 1 milliárd utas, akit eddig szállítottak. Dr. Homoki Tamás alpolgármester elmondta, az garanciát jelenthet a hatékony működésre, hogy a cég tulajdonosi körében a legnagyobb magyar vállalat is megtalálható. Az Intertanker ZRT, ami az ITK Holding cégcsoport tagja, rövid videóval is bemutatta tevékenységét. A csoport elnök vezérigazgatója, Kossa György elmondta, Kecskeméten a jövő közlekedését szeretnék létrehozni. Mi egy jó városba jövünk, egy dinamikus, fejlődő, jövőképet mutató a polgárainak életminőségében javítandó szándékú városhoz szeretnénk jönni, és mi szeretnénk ebbe nagyon jó partnerei lenni a városnak. Hozzátette, hogy a szervezeti vagy működtetési feladatok kialakítása 1-3 évet is igénybe vehet. A közgyűlésen Király József, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke összefoglalta, mivel győzte meg a cég a bizottságot. Az nagyon-nagyon fontos, hogy végre egy olyan partnerrel leltünk, illetve ő is talán, ahogy hallottam az elnök vezérigazgató úrtól, hogy bízik abban, hogy ez a város egy olyan mintaprojektnek lesz a része, amelyet ők is szeretnének, hogy közösen érjünk el, amely arról szól, hogy a környezetkímélés és a pénztárcán kimérése véget kölcsönösen, én azt gondolom, mint polgárok is, egy olyan közösségi közlekedést akarnak megvalósítani a városunkban, amely méltán egy 21. századbeli fenntartható városnak a közlekedését hozhatja majd. Az új szolgáltatónak Dobos József is örült és üdvözölte a törekvéseit. A céggel való szerződés megkötését Szőkéni Kopping Rita is támogatta, aki kiemelte, hogy a szolgáltató munkájának köszönhetően Debrecenben 1,5%-kal nőtt a közösségi közlekedést használók száma. Bodrozsán Alexandra, ellenzéki képviselő több kérdést is feltett a dízelbuszokkal kapcsolatban. Vancsura István, szintén ellenzéki képviselő pedig a szerződés módosítására tett javaslatot. A javaslat az, hogy 5 év után legyen felülvizsgálható a szerződés úgy, hogy az egyoldalúan a Kecskemét város igényeinek adott esetben módosításra kerülhessen. Ezt a javaslatot azonban nem támogatták. Végül 19 igen és egy tartózkodás mellett döntött arról a testület, hogy az Intertanker ZRT látja el 10 évig a személyszállítási feladatokat Kecskeméten. Imádja munkáját az a sofőr, aki a buszról leszállva segített át az úton egy családot. Boros Gábor egy négysávos úton észlelte, hogy segítségre van szükségük a gyerekeknek az átkelésben, és azonnal cselekedett. Számtalan cikk született már a buszsofőrökre érkezett panaszokból, most azonban egy olyan eset történt, amelynek főszereplője tiszteletet érdemel.
Ezen a négysávos forgalmas útszakaszon történt csütörtök reggel, hogy egy Kecskemétre tartó buszsofőr az egyik megállóban leállított a gépjárművét, kiszállt a buszból, és az út másik oldalán lévő gyerekeket kézenfogva kísérte át az úttesten. A helyszínen minden reggel megjelenik egy házas pár három kisgyerekkel, akik minden alkalommal átkísérik a kicsiket a buszhoz, hiszen itt nincs lehetőség zebrán átjutni egyik oldalról a másikra. Az ominózus reggelen azonban az apuka egyedül és késve érkezett. Láttam, hogy anyuka most pár pillanat nem érkezik, apuka egyedül jött a három gyermekkel. Úgy gondoltam, hogy nekem kötelességem fölvenni őket, ugyanúgy bevárni, mintha ott lett volna anyuka. Boros Gábor látta, hogy az apuka három gyerekéből csak kettő kezét tudná megfogni ahhoz, hogy biztonságosan átkeljenek az úton. A buszsofőr a helyzetet felismerve segítséget nyújtott a férfinek, hiszen ezért is választotta ezt a hivatást. Szeretem, imádom csinálni. Két éve vagyok autóbuszvezető. Minden reggel úgy kelek föl, hogy nekem mennem kell dolgozni, tudok tenni a többségért. A megható esetet az egyik utas örökítette meg, akinek édesanyja tette ki közösségi oldalára, hogy mindenki megismerhesse a buszsofőr nemes cselekedetét, melyre rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Több hallgatót, felkészültebb, motiváltabb tanítókat remél a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkara. Attól az új képzési formától, amelynek keretében pedagógiai asszisztensként félállásban dolgozhatnak a diákok az iskolákban. Az országban egyedülálló duális képzést vezettek be a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkarán az idei tanévben. Szeptembertől a kecskeméti, szolnoki és a ceglédi tankerületekkel együtt segítik a hallgatók gyakorlati képzését. Ma délután azonban a monori és a kiskörösi tankerület is csatlakozott az együttműködési megállapodáshoz. Az ünnepélyes aláírás alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Finta Zita, az egyetem kancellárja, mérföldkőnek nevezte az intézmény történetében, hogy már a pedagógus képzőkar hallgatói is részt vehetnek a duális képzésben. Dr. Rigó Róbert, a pedagógus képzőkar dékánja arról beszélt, hogy az új képzési forma enyhítheti a jövőben a pedagógus hiányt. Nagyon bízunk abban, hogy a tankerületek is dolgoznak azon, hogy a saját környékükről toborozzanak hallgatókat, akik ide jönnek hozzánk, és visszamennek oda tanítani annak a településnek a környékére, ahonnan származnak. Mert igazából azért az is nagyon jól látszik, hogy minél kisebb településekről beszélünk, minél messzebb a nagyobb városoktól, a tanítók hiánya ott annál markánsabban jelentkezik. A képzéssel résztvevő hallgatók kettős jogviszonyban állnak. Hétfőtől szerdáig az egyetemen zajlik elméleti képzésük, csütörtökön és pénteken pedig közalkalmazotti jogviszonyban, félállásban, pedagógus-asszisztensi munkakörben dolgozhatnak a tankerületek intézményeiben. Zsámboki Anna, a kecskeméti tankerület vezetője kifejtette, számukra az együttműködés legnagyobb nyeressége, hogy a hallgatókban olyan érzelmi kötődés alakul ki, amely remélhetőleg megtartja majd őket a pályán. Az eddigi tapasztalatok rendkívül jók, az iskolákban és a hallgatók körében egyaránt. Nagyon jól látszik, hogy a hallgatók nagyon motiváltak, és főleg azért motiváltak, mert a gyerekek között vannak. És a pedagógusnak hát a gyerek adja a legtöbb motivációt, mert nagyon anyagilag nincsenek túlfizetve a pedagógusok, annyira nem népszerű ez a szakma, de a gyerekek azért mégis nagyon sok örömet, pozitív élményt tudnak adni a hallgatóknak. Ezt Bősze Brigitta, a képzésben résztvevő egyik hallgató is megerősítette, aki szeptembertől az Arany János Általános Iskola első C-osztályában állt munkába. Nem is gondoltam volna, hogy ez ennyi előnnyel és ennyi izgalmas dologgal jár együtt. Itt ugye nyilván jár ez egyfajta jövedelemmel is, de én egyáltalán nem ezt látom benne, hanem nekem ez szabadidős elfoglaltság is szinte. Egyelőre Brigittával együtt 13 hallgató vesz részt ezen a speciális duális képzésen, de a tankerületekkel együttműködve szeretnék bővíteni ezt a kört. Dr. Rigó Róberttől megtudtuk, terveik szerint jövőre óvodapedagógusi szakon is elindítják ezt a képzést. 12 órás áramszünet várható Kecskeméten november 13-án és 15-én. Az áramszolgáltató Kecskemét két pontjára jelentett be szokatlanul hosszú, reggel 7-től este 7-ig tartó áramkimaradást. Az NKM áramhálózati Kft. Közleménye szerint november 13-án szerdán a Kiskörösi út térségében
Két nappal később, november 15-én pénteken pedig a Szegedi úton lesz félnapos áramszünet. A szolgáltató fejlesztési munkákkal indokolja az érintett hálózat rekordhosszúságú tervezett lekapcsolását. A tervezett áramszünetekről a www.nkmenergia.hu oldalon az online ügyfélszolgálat tervezett áramszünetek menüpontja alatt is tájékozódhatnak, ahol térképen megtekinthető a várható áramszünetek helye és ideje. Amennyiben 19 óra után sem lesz áram, az ingatlan tulajdonosok a 0662 565 600-as számot hívhatják. Elkészült a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark kültéri medencéjének felújítása. Ennek köszönhetően meghosszabbodik a sportolók és a lakosság számára a szabadtéri medence használati ideje. Elkészült a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark kültéri strandmedencéjének fedése. A beruházás a Kecskeméti Sportiskola vízilabda szakosztályának sportfejlesztési pályázatával valósult meg. A fejlesztés összesen 67 millió forintból készült el, amely 70%-a TAO támogatás, a fennmaradt 30%-ot pedig az önkormányzat saját önrésze tette ki. Ivkovicsné Béres Tíme, a Junior Sport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a beruházás a teljes strandmedencére vonatkozott. A tavalyi szezon folyamán újult meg a medence, és a vízfelület takarással zárult le a felújítás. A fő célja ennek a beruházásnak az, hogy minél jobban kitolhassuk a sportcélú használat idejét, vagyis a vízilabdázók által használt idősávot, hiszen ezzel a fedéssel gazdaságosan üzemeltethető lesz ez a medence. Mivel a medence fedésének hőszigetelő hatása van, így reményeik szerint meghosszabbodik a fürdési időszak, tehát már tavasszal vagy az ősz folyamán is használhatóvá válik a strandmedence, így ennek köszönhetően a sportolók és a lakosság számára is nőhet a látogatható vízfelület. Átalakított formában tekinthető meg 2019. november 9-e és 2020. április 15-e között a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti állandó kiállítása. A kecskeméti művésztelep első korszakát, illetve a kortárs keresztény művészeti gyűjteményt reprezentáló alkotások is helyet kaptak a Cifra Palota második emeletén látható kiállításon. Szombat óta átalakított formában fogadja a látogatókat a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti állandó kiállítása. A Cifra Palota második emeletén helyet foglaló kiállítás átalakítását azt tette szükségessé, hogy Farkas István főművei, amelyek az állandó tárlat egyik egységét képezték, ideiglenesen a Magyar Nemzeti Galériába költöznek. Újra megnyitották a Kecskeméti művésztelep első, 1909 és 1919 közötti korszakát bemutató termet. Olyan remek művek láthatók itt, mint Iványi Grünwald Béla kertben, Kmetti János a nyári kaszinó és park, Perlott Csaba Vilmos Kávária című festménye, valamint Lechner Ödön kecskeméti víztorony tervei. Az állandó kiállítás legnagyobb újdonságát a kortárs keresztény művészeti gyűjteményből rendezett tárlat jelenti. Ifjú Gyergyeldes László alapító kurátor összesen 24 alkotást válogatott ide, többek között Aknai Jánostól, Dréher Istvántól, Lencsés Idától, Olesser Tamástól, Orosz Istvántól, Prutkai Pétertől és Zelenák Katalintól. A kortárs keresztény ikonográfiai biennálékhoz kapcsolódóan létrejött kollekció egyébként több mint 400 darabot számlál, és már többször szerepelt vendégkiállításokon. Legutóbb például közel 60 ezeren látták a Tihanyi Bencés apátság termeiben. Őszi gyermek és babaruha bőrzét tartottak a Korvin Mátyás általános iskolában november 9-én szombaton délelőtt. Az ünnepek közelettével a szervezők szerettek volna azokra is gondolni, akiknek gyermekeik és családjuk szerényebb körülmények között élnek. Ezért a bőrze idején gyűjtést is szerveztek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti kirendeltségének közreműködésével. Olyan jó állapotú baba és kisgyermek ruhákat, játékokat, illetve bútorokat, felszereléseket vártak, amiket szívesen felajánlanának. Ezeket a szervezet eljuttatja a rászorulók részére. Az esemény vendége volt a kecskemétimami.hu képviseletében Zókáné KMS-e, aki egyben a Binola Baba Kellék kölcsönző kecskeméti képviselője. A bőrze idején kölcsönzésre is volt lehetőség.
A Hunyadi Városi Babamama Klub szervezésében a Hunyadi Városi Tanácsadó Testület, az Akikért a déli harang szól a Hunyadi Városban Egyesület, valamint a Kecskeméti Korvi Mátyás Általános Iskola támogatásával valósult meg az esemény. Tegnap este teltházas koncertet adott a Református Új Kollégium dísztermében Beke Márka, virtuózok tavalyi abszolút győztese. Az ifjú művész november 25-i New Yorki koncertjére készül. Beke Márka virtuózok fődíja mellett fellépési lehetőséget nyert a világ egyik legnevesebb koncerttermébe, a Carnegie Hallba. A maratoni kétrészes kétórányi időtartamú koncertre készülve négy helyszínen is eljátszotta a közelmúltban az amerikai föllépés teljes anyagát. A repertoárt Kuna Lajos, Márk felkészítő tanára állította össze úgy, hogy azt fizikailag is bírni lehessen, és a közönséget is megnyerje magának. Különösen, hogy az amerikai közönség rendkívül igényes, pusztán udvariasságból nem ül végig egyetlen programot sem. Beke Márka harsona irodalom széles palettájáról játszik majd műveket amerikai közönségének, a barokkortól kezdve a magyar és a francia kortárs szerzőkig, illetve a könnyedebb hangvételű olasz és spanyol bravúr darabokig. A koncert csúcspontja minden bizonnyal Arban velencei karneválja lesz, amellyel már levette a lábáról a virtuózok zsűriét is, a közönséget is. A koncertről hosszabb összeállítást láthatnak a híradót követő ma esti Múzsa magazinban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Jóvá hagyta a keddi rendkívüli közgyűlés, hogy az Intertanker ZRT legyen Kecskemét új tömegközlekedési szolgáltatója január 1-től. A cég vállalta, hogy jövő év májusáig 45 darab egyévesnél nem régebbi autóbuszt állít forgalomba. Egy késve érkező családot a gyerekek kezét megfogva kísért át a nagyon forgalmas négysávos úton Boros Gábor autóbuszvezető. A buszsofőr nemes cselekedetére rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Az országban egyedülálló duális képzést vezettek be a Neumann János Egyetem pedagógus képző karán az idei tanévben. A mai napon 5 oldalú partnerségi megállapodást kötött az egyetem a tankerületekkel. 12 órás áramszünet várható Kecskeméten november 13-án és 15-én. Az áramszolgáltató Kecskemét két pontjára jelentett be szokatlanul hosszú, reggel 7-től este 7-ig tartó áramkimaradást. Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látták, híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinműsorunkkal folytatjuk, amelyben dr. Homoki Tamás alpolgármesterrel készült beszélgetést tekinthetik meg. Ezt követően a Hírös Agórában tartott vállalkozói napról beszélget kollégánk Hályas Barnabás, Keszti Péter marketing szakemberrel. Végül pedig megmutatjuk a Daikin Hungary Kft. Hőszivattyúk legújabb generációját. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 37 perckor, 22 óra 15 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 37 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán túlnyomó részt borult lesz az ég, viszont rövid napos időszakok is várhatóak. Több helyen akár több alkalommal is eleredhet az eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Szeles időre számíthatunk, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. Hajnalban 14 fokot is mérhetünk, napközben pedig akár 18 fokig is felmelegszik az idő.
Csütörtökön közepesen is erősen felhős időszakok és területek egyaránt lesznek. Elszórt jelleggel eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok között valószínű. Pénteken változóan felhős időre számíthatunk. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 16 fok között alakul.